Sziasztok! Sziasztok! A mai videóban a Neon Gyurma nevezetű gyurmát fogunk nektek bemutatni. Igen, ez egy holland gyurma, és azért neon, mert neon színek vannak benne. Elméletileg, hogyha a ruhára menne, akkor könnyen kimosható. És a kézre megy. Hát a kezedről is le tudod könnyedén mosni. Mosni? Ja, úgy. Hát nem mosogatok meg mosógépen. Made in Holland, 1972 óta van ez a cég. Ez a Sössz, nem tudom, hogy hívják. Sössz. Tanuld meg a mestertől, hogy hogyan kell kinyitni. Szuper. Ilyen csiga lassan nyitja ki a mester. És? Az első egy zöld színű. Van fura. Gyurma. Másik meg egy. Széttépete nyugodtan, mert úgyis meg fogjuk tenni a gyurmást a kuszokra. Kezdheted volna azzal. Ez egy neon sárga. Babakék van benne. Milyen van benne babakék? Neon rózsaszín. És egy neon kék. És egy ilyen babakék. Baba! Na, mit csináljunk belőle? Nyissuk ki. Upszi. És ez csillog. És azt csináljuk... Az is csillog? Igen. Szerintem. Igen, az várjál, is csillog. Várjál, nézzük meg. De ezt annyira nem látom. Nézzétek! Anya, csak utána az engem, nézd. Tedd a kezed. Ja, mert én egy csillagot akarok csinálni. Én meg egy skorpiót. Skorpiót? Ne, inkább még sem tudom, hogy néz ki. Akkor csinálok egy ilyet, és ez egy szemüveg lesz. Jó, így? Nem jó. Hogy csináljunk csillagot? Nincs mi benne. Ez jó csillag szerinted? Ha? Volt ebbe benne. Dínye mag, most tettél dínyét. Nem szóltam semmit. Jó, hát a gyurmában dínye mag. Én is csinálok egy csillagot. Ismered ezt a dalt, hogy twinkle, twinkle, little star. How I wonder what you are. Nem ismerem a zenéket. Nem, pedig régen szerettem. Nem szerettem soha! Na, itt egy kis csillag. Az enyém nem kis csillag, és sokkal jobb, mint a tél. Várjál, vigyázz. Twinkle, twinkle. Nem énekeltem semmit. Mit csináljunk belőle ebből az ötből? Ó, egy ufót. Vagy, tudod mit, a Matteo barátját. Szép lobot. Szöbb lob. Tudsz adni egy ceruzát? Nem. Léci, onnan adj egyet. Szép lobot csinálunk. Fel csak össze, nekem is kell. Az éblob valahogy így néz ki. Az enyém túl pöttöm lesz. Nem baj. Pöttöm éblob is lehet. Tessék. A pöttöm, itt a pöttöm éblobom, amit ráteszek a csillagomra. Te is tedd rá a te éblobodat a te csillagodra. Jó. Itt van zéblob. Jó, inkább a csillagot tett zéblobra. Inkább a csillagot azt
jobban megcsinálom. Nagyobbra inkább. Hát szerintem így is elég nagy. Vagy ez most jobb lett szerinted? Mit gondolsz? Melyik? Nem látom. Ez a csillag így jobb lett? Béna csillag. Béna csillag lett? És valami minták csillag minták. Úgy látom, nincs. Viszont van ilyen formázunk, hogyha... És ezzel te mit akarsz csinálni? Ó, mit csinálta a Zéblobból? Semmit. Ó. Ő az anyukája a Zéblobnak. Ők egy boldog család. Csináljunk egy apuk a Zéblobot is. Csinálhatom. Itt meg egy cápa. Egy. Egy. Hát sajnos gyurmát nem nagyon lehet kivagdosni. Úgyhogy kb. Csak így. Itt az apuk az éblob. Hát az már még szabb lett. Na persze. Ó, oh, a cápám. Na, hova lesz az apuka? Mindjárt. Mégis újra tervezem az apukát. Oké. Okay. Mondjuk szegény anyukát úgy átszúrtad. Itt vannak a tengerparton, itt nyaralnak. Az apukájának haja is lesz. Ilyen tévésó haja. Tévésó haja, az milyen? Tévésós. Tévésós. Egy boldog család. Nagyon szép, és lesz neki nyakkendője. Apuka alig fér már el. Lesz neki egy nyakkendője, nézd. Ja, bocsánat. Az anyuka. Hát de így rakjunk már, hogy elférjen. Ide meg az apuka. Hát íme a Zéblob család nyaraláson. Psss. Egy boldog család volt, akit egyszer. Né. Ne csináljon. Olyan cukik szerintem. Psss. Akkor megtartjuk őket. Ennyi lett volna ez a videó. Ha tetszett, akkor lájkoljatok, és iratkozzatok. És köszönjük, hogy megnéztétek. Sziasztok! Sziasztok.